Úgy Jézus Krisztus, soha nem fogjuk tudni meghálálni neked, de újra és újra magasztalunk téged azért, amit életünk tettél. Köszönjük, hogy bűnné lettél életünk, hogy mi Isten igazsága legyünk te benned. Kérünk, hogy erősíts meg minket ebben a bizonyosságban, és ami a mi feladatunk, segíts azt hűséggel végezni. Engedd, hogy valóság legyen mindnyájunk életében, hogy te növekedsz bennünk, mi pedig egyre kisebbé leszünk. Ehhez adj nekünk erőt, kedvet, reménységet, most is kérünk. Amen. Szeretném még röviden elmondani azt, ami délelőtt elmaradt, hiszen a ma délutáni témánk úgyis egyenes folytatása a Szentlélek munkájáról szólóknak, amit Isten kegyelemből végezel a mi életünkben, az mind a Szentlélek munkája. Az elmaradt, hogy minden, ami a mi új életünkkel kapcsolatos, Isten szent lelkének a munkája. Azt már láttuk a pünkösdi történetből is, hogy a lélek munkája az, hogy valakit az ige közelébe von, nem véletlenül került ide például egyikünk sem. Vagy nem véletlenül hallottunk kicsikorunk óta igét, akik hallottunk, és nem véletlen, hogy valaki 60 évig nem hallott, és akkor éri utol Isten szeretete. Ez nem az illető ügyességének köszönhető, ez Isten szent lelkének a munkája. Ige közelbe von, megszólít, az igét érthetővé teszi, tulajdonképpen a szívünket sem mi nyitjuk ki nagy lelkűen Isten előtt, ő indít arra, hogy nyissuk ki a szívünket, ő győz meg arról, hogy megbocsátattak a mi bűneink, egyáltalán ő segít el bűnlátásra, bűnbánata, ő tesz bizonyosakká arról, hogy új életünk van, és ebben járhatunk, és ő tanít meg járni abban, minden a Szentlélek munkája. De szeretnék két szópárt megemlíteni még, azért, mert ezekről sok szerény véleményem szerint ostoba és fölösleges vita folyik. Az egyik a megtérés és újjászületés. Ez is a Szentlélek munkája. Nem én gyűlközöm neki, hogy én most a jövő héten meg fogok térni. Hát hányszor hallottam már olyan beszámolót, hogy elmentem gyanútlanul egy nagy ünnepi istentiszteletre, mert azért húsvétkor, meg karácsonykor mi el szoktunk menni, és úgy jön ki, hogy Isten szent lelket telibe találta, bekövetkezett az, amit olvastunk a Cselekedetek 2-ben, hogy szíven találta őket az ige, vagy ahogy Károli fordítja, szívükben megkeseredtek, ezt nem ő határozta el, elérkezett az idő, és Isten megszólította. Az más, hogy neki, az ilyen embernek is van felelőssége, hogy aztán ne álljon meg itt, de majd erről még beszélünk később. Tehát minden Isten lelkének a munkája. Ezen szokott menni a vita, hogy előbb megtérünk, és utána születünk-e újjá, vagy pedig a reformátorok többsége azt tanította, hogy előbb újjászül Isten szent lelke, és utána leszek képes megtérni. De a sorrenden se vitatkoznék, hát nem a ténya fontos, hogy tetszett az Istennek, hogy nyomorult bűnöst kivont engem a mélyből, hajnalra hívott csillagtalan éjből, és élvezem azt, hogy most már egyre világosabb lesz, mert a hajnal után egyre világosabb lesz, ahogy a Biblia mondja, meg a tapasztalat mutatja, egészen a fényes délig. És akkor ennek örüljek, és ebben járjak. Most érdemes visszatekingetni, és így hátrafordított fejjel előre menni, vagy sehova se menni, hogy vajon az hogy volt, mi volt előbb, ki mit csinált, hát örüljek annak, hogy Isten ilyen kegyelmes volt hozzám. Nyilván bizonyos dolgokat fontos értenünk, amit a Szentírás értenünk enged. A megtérésről és az újjászületésről lényegében azt mondja a Biblia, hogy ugyanaz a fordulat, ha már mindenképpen elemezni akarjuk, mert mi olyan okosak vagyunk, vagy okosak akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy ugyanannak az eseménynek a felülről való nézése, a felülnézete az újjászületés, alulnézete meg a megtérés. Ha fölfelé nézek, látom, hogy Isten engem megszólított, megrémültem a bűneimtől, fölragyogott előttem Jézus Krisztus keresztje, és megtértem, megfordultam az eddigi életemtől, elfordultam, és új irányba haladok tovább.
De mindez nem lehet így stoppel órával méricskélni, hogy eddig tartott ez, innen kezdődött az, ez előbb, az utóbb, egy csodálatos nagy esemény, éppen úgy, mint ahogy egy születés is. Hát másként éli át a szülő anya, és másként éli át a csecsemő. Mind a ketten sírnak, de utána mind a ketten örülnek. Ha fölülről nézem, csak azt mondhatom, Isten szent lelke újjáformát. Ha alulról nézem, azt mondom, hogy már pedig én elhagyom azt, amit eddig csináltam, és örülök, hogy mással tölthetem az időt. A megtérés azt mondja, hogy miből térek meg, az újjászületés azt hangsúlyozza, hogy mire, hova indulok el. De ezek is elég pontatlan megjelölések, csak ha már nagyon akarjuk magyarázni, akkor legfeljebb ennyit mondhatunk. A másik szópár pedig az, hogy megigazulás és megszentelődés. Megigazításon, megigazítatáson, így pontosabb, azt érti a Szentírás, amikor a bűnöst a Jézusba vetett hitéért Isten igazzá nyilvánítja. Megint mondom a tegnapi kifejezésünket, hogy nem tulajdonítja nekem a bűneimet, hanem nekem tulajdonítja Jézus Krisztusnak az igazságát. Itt nekem mindig Luther Márton egyik levele jut eszembe, ahol ő roppant frappánsan megfogalmazta egy bűneivel és hitével, hitetlenségével küszködő szerzetes társának, amikor azt mondta, hogy ne kínoszd te magad, mert abból nem lesz békességed, hanem borulj le és ezt mondjad. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, bűnnél éltünk, és olyanná tettél, amilyen nem voltam, igazzá, Isten gyermekévé. Ebben benne van a Krisztus váltságának a fő mondani valója. Amikor valaki ezt hiszi, akkor bizonyos lehet abban, hogy Isten őt nem vádolja többé, Jézus igazságát nekünk tulajdonítja. Ez jelenti azt, hogy a Krisztusban vagyunk. Benne mintegy elrejtőzöm, és amikor engem keres Isten, előbb Jézust látja. És rajta keresztül lát engem, és olyannak lát engem is, mint az ő egyszülött fiát. Ez egy hajmeresztő igazság. Én ezt sokáig nem tudtam elhinni, aztán valaki a Bibliából bebizonyította teológus koromban, hogy ez nem túlzás. A megigazítatás azt jelenti, hogy Isten a bűnöst olyan igaznak látja, mint az ő egyszülött fiát, mert Jézusban van. De nem csak ez történik meg, mert mi lesz utána? Utána az lesz, hogy nem csak én vagyok a Krisztusban, hanem Krisztus is él én bennem. Tehát nem csak igazzá nyilvánít, hanem képessé is tesz arra, hogy úgy éljek tovább, hogy az egyel közeledjen Krisztushoz. Nem maradok olyan, mint voltam. Örülök annak, hogy megbocsátattak a bűneim. Jaj, de jó, a múltam rendben van. És a jövő? Holnap mi lesz? Ugyanott folytatom? Dehogy is. Isten szent lelke képessé tesz arra, hogy Jézushoz hasonlóan gondolkozzunk, cselekedjünk. Ez a megszentelődés. Most azt fontos tudnunk, hogy a megigazítatás az egy egyszeri esemény, az egyszer történik. A megszentelődésünk egy folyamat. A megigazítatásban nincsenek fokozatok. Ott mindenki egyformán olyan igazzá válik, mint Jézus. Luther írja ezt is, hogy én, kis nyomorult Luther Márton, ugyanolyan igaz vagyok, mint a nagy Pál apostol. Ebben semmi különbség, csak még nem vagyok olyan szent, teszi hozzá. Mert abban meg növekednem lehet és kell. A megigazítatás egyszer történik, s be van fejezve. Ez mindenestül Isten munkája. A megszentelődés a mi feladatunk is, de az ő szent lelke tesz képesek ki arra, hogy utáljam azt, ami Istennek utálatos, szeressem azt, ami neki kedves, akarjak az ő igéje szerint élni, de most már képes vagyok a szerint élni. Tegnap idéztük a Róma 8 hetet,
ahol azt mondja, hogy a test nem cselekszi az Isten törvényét, mert nem is képes azt cselekedni. De az újjászületett ember újra képes. Idéztük Ágostont is, hogy a bűnbe esett ember nem tud nem vétkezni. Az újjászületett ember újra tud nem vétkezni. Képes lesz arra, hogy nem vétkezik, vagyis, hogy Isten akarata szerint él. De mind a kettő a Szentlélek munkája, a megigazítatás és a megszentelődés is. A megigazítatást hittel tudomásul vesszük, csodálkozva és álmélkodva, és dicsőítve a mi Urunkat, az ő kegyelmét, a megszentelődésben pedig engedünk a léleknek újra, és mintegy együtt megyünk vele. Ő vezet, hív, bátorít, én meg szépen lépegessek arra, szedjem a lábamat, mint egy kisgyerek, én tudom az utat, én fogom a kezét, de ő meg bízik bennem, és ugyanazon az úton megyünk. Lehet, hogy neki fogalma sincs, hogy mi lesz ott a végén, de a kis kezét nyújtja. Ezért mondja a Szentlélekről a Biblia több helyen, hogy vezet. Calvin olyan kedvesen fejtegeti, hogy a Szentlélek a legcsodálatosabb paidagógos, pedagógus. A pedagógusok azok a rabszolgák voltak, akik a rabszolgatartó gyerekeit elkísérték az iskolába, vagy valahova. A Szentlélek türelmesen, kedvesen vezet minket. Nos, ennyit röviden csak megtérés, újjászületés. Ez nekem sokat jelentett, mikor egyszer megértettem, hogy erre mondja Jézus, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Az, hogy én ő benne, ez a megigazítatásom. De ugyanakkor ő én bennem is él, ez a megszentelődésem. Ez valahogy úgy van, hogy ez a szép fehér az Úr Jézus, ez a csúnya fekete vagyok én ő benne, ez a megigazítatás. De ezzel nincs befejezve a megváltás műve, mert ő meg én bennem kezd el élni. És az a cél, hogy ez a fehér egyre nagyobb legyen. A fekete az fekete marad. A régi természetünk halálunk pillanatáig nevelhetetlen marad. De Jézus növekedhet bennünk. És ezt ne felejtsük el soha, hogy ha mi ő benne vagyunk, ezt ő nem változtatja meg. Akkor sem, ha mi vétkezünk, ha engedetlenek vagyunk. A fontos, hogy ő növekedjen bennünk. Na ennyit erről. És akkor valamit próbáljunk most erről a nagyon fontos bibliai szóról mondani, hogy kegyelem. Teljesen mindegy, amit most mondok, csak érdekességként említem, hogy 160-szor fordul elő az Új Szövetségben, tehát mindegyik új szövetségi könyvben többször. Nagyon fontos kulcsfogalma ez az Új Szövetségben. De mit értünk azon, hogy kegyelem, Isten kegyelme? A rövidség kedvéért mindjárt az elején elmondom, hogy nagy tanulmányaim közben arra jutottam, hogy a kegyelem az azt jelenti, hogy Isten nem azt adja nekünk, amit megérdemelnénk, de ad nagyon sok mindent, amit nem érdemlünk meg. Ez a kegyelem. Nem azt adja, amit megérdemelnénk, az igazságos ítéletet, azt Jézuson hajtotta végre, de ad nekünk nagyon sok mindent, sok jót, ajándékot, áldást, amit végképp nem érdemlünk. Amiért semmit nem tettünk, nem szolgáltunk rá, nem tudjuk meghálálni sem, és adja gazdagon kegyelemből. Ez a lényege annak, amit a Biblia a kegyelemről mond. És azt hiszem, hogy ez önmagában elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy megteljék a szívünk hálával és örömmel. Rászolgáltunk az ítéletre, megérdemelnénk, hogy jól elverje rajtunk a port, és nem azt adja. És nem érdemlünk semmi jót tőle, és mégis naponta nagyon sok jóval ajándékoz meg. A Biblia, az Új Szövetség igen gyakran képekben, vagy Jézus példázatokban beszél a kegyelem lényegéről. Hol az egyik oldalról világítja meg, hol a másikról,
és újra kibomlik előttünk annak a gazdagsága. Egy ilyen képet nyugodtan használhatunk mi is, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy a jogerősen halálra ítélt rab kegyelmet kap. Mi tudnillik, úgy születünk a világra, hogy jogerős halálos ítéletet hordozunk. Amikor mieink voltak újszülöttek, meg néha járok szülészeten látogatni, és látom a kis raktapaszokat a csuklókon, ugye oda teszik rá a nevüket, hogy ne cserebeléljék össze a kis újszülötteket, sokszor eszembe jut, hogy ezzel a raktapasszal együtt ki van állítva a halálos ítélete is. Ez a gyermek a pokolnak a várományosa. És ha csak meg nem hallja az evangéliumot, és a széles útról át nem jön a keskenyre, oda fog megérkezni. Viszi magával a halálos ítéletet, mert bűnben fogantattunk, és vétekben születünk. Tehet róla, nem tehet róla, ezen vitatkozhatunk bármeddig, ez a tény. Az édesanyánk, aki a legtöbbünket a legjobban szeretett, a széles út bejáratánál tett le minket. És mi meg elindultunk azon, nem is tudva, hogy van másik is. Aztán, mikor az evangéliumot meghallja az ember, hogy van ám egy keskeny is, és az az élethez vezet, ez meg a pusztulásba. Csak ennek az elejére nem volt kiírva, hogy a pusztulásba vezet, arról meg tudhatom, hogy az élethez vezet. Gyere át oda! Ez a megtérés, mikor valaki átjön oda. Nos, tehát mindnyájan jogerős halálos ítélettel születünk, és amikor egyszer meghalljuk, hogy kegyelmet kaptál, akkor éli át az ember Isten kegyelmét. Én ismertem valakit, akit 57-ben halálra ítéltek, és elmondta, hogy úgy gyötörték őket hosszú ideig, hogy minden reggel felsorakoztak a börtönudvaron, és felolvastak néhány nevet, azoknak a nevét, akik kegyelmet kaptak közben, és néhány nevet azokét, akiket aznap kivégeztek. És tessék ezt elképzelni, heteken keresztül minden reggel megyünk, és világos, hogy mindenki a saját nevére fülel leginkább. Ő elmondta, hogy akkor lett volna boldog, ha mindnyájan kegyelmet kaptak volna, de akkor is a saját neve érdekelte, hogy most a kegyelmet kapottak között elhangzik-e, vagy nem hangzik el sehol aznap még, vagy a harmadik felvonásban hangzik el, és akkor már vissza sem mennek az udvarról, hanem ott kivégzik őket. És lelkileg ez ugyanilyen komoly és élesbe megy. Mert a bűn zsoldja halál, és mi bűnben születünk, csak ezzel nem számolunk, nem vesszük ezt komolyan. Sokkal jobban sürgetne bennünket a megtérésre, ha komolyan vennénk ezt, hogy végrehajtandó, jogerős, halálos ítélet van rólunk. Nos, Isten kegyelme abban áll, hogy fölment, amnesztiát ad, sőt, teljesen rehabilitálják is az illetőt. Nem számít később büntetett előéletűnek, mert megigazítatunk a Krisztusban, mintha nem követtük volna el azokat a bűnöket. És ehhez hadd olvassam föl az Efézusi levélnek egy szép szakaszát, talán érdemes kikeresnünk is, mert többször fogok rá hivatkozni. Az Efézus 2-nek az eleje, az nagyon sok mindent elmond a kegyelemről. Olvassuk. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. Ez, hogy harag fiai, azt jelenti, hogy kész a halálos ítélet, csak még várnak a végrehajtásával. 4. verstől. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott,
és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Háromszor is szerepel ebben a szakaszban a kegyelem szó, és mind a háromszor vagy az egyik, az előbbi mondatunk, vagy az egyik, vagy a másik felére utal. Tehát vagy erre, hogy nem kapjuk meg azt, amit megérdemelnénk, mert Isten felment az ítélet végrehajtása alól, vagy arról van szó, hogy ad nekünk olyasmit, amit nem érdemelnénk meg. Például az üdvösséget, a bűnbocsánatot. Majd még erre visszatérünk. Ez tehát arról szólt, hogy nem hajtja végre az ítéletet, és ez kegyelemből van. Jézusnak sok példázata pedig arról szól, hogy ad nekünk sok jót érdemeink nélkül kegyelemből. Csak három példázata hadd emlékeztessek. A legismertebb a tékozló fiú példázata, ahol visszafogadja, fiúi jogaiba iktatja be újra, mindent visszakap, amit elherdált a saját bűne és engedetlensége miatt. A másik az adós szolga példázata, ahol ugye nem tudja visszafizetni a kölcsönt, és látva ezt a király, az egyik evangéliumban király van, a másikban egy hitelező, egyszerűen elengedi neki. Nem azt mondja, hogy kap haladékot, nem azt mondja, hogy jó, akkor felét nem kell visszaadnod, de a másik felét határidőre, és végképp nem teszi azt, amit akkor tettek a hitelezők, hogy rendben van, nem tudsz fizetni, akkor családoddal együtt engem szolgálsz halálotokig. Ez lett volna a legszörnyűbb. De nincs semmi ilyen. Teljesen elengedi neki. Most az más kérdés, hogy ő meg nem engedte el a barátjának, de itt most nem ez a fontos. A harmadik hajmeresztő példázat, amin tényleg kiakadhattak az akkoriak mindnyájan, az meg a szőlőmunkások példázata, hogy a gazda hajnalban hív munkásokat, megegyeznek egy dénárban. Az viszonylag jó napszám volt. Akkor délelőtt is hív még, délbe is, délután is, sőt, majdnem este 5 órakor is. Azok egy óra hosszát kapáltak mindössze. Jön a fizetés, és mindegyik egy dénárt kap. És fölháborodnak a hajnaliak, hogy már elnézést. Mennyit dolgoztunk mi, és mennyit ezek? És mi a nap hevében is dolgoztunk, ezek meg már csak hűvössel. Én tudom, hogy mi a különbség. Délben kapálni, meg este felé kapálgatni. Meg egész nap, vagy egy-két óra hosszát. És hát ez nem igazság. És akkor a gazda azt kérdezi, hogy veletek a hajnaliakkal mennyiben egyeztünk meg? Egy dénárban. Megkaptátok? Megkaptuk. Akkor mi a probléma? Az, hogy ezek a piszkok is egy dénárt kaptak. És ez igazságtalanság. És akkor azt mondja a gazda, hogy nekem telik. Most mi közöttök ahhoz, hogy kinek mennyit adok? Senki nem járt rosszul. Senki nem háboroghat amiatt, hogy nem kapta meg azt, ami jár. De hogy azon felül is kap valaki, ami nem jár, az az én dolgom. Nos, ez a kegyelem. Nem jár, nem érdemlem meg, ott pironkodom, hogy Uram, hát szégyellem magam emiatt, hát nem szolgáltam én erre rá, nem erre szolgáltam rá, hogy ilyen kegyelmes legyél. És ő azt mondja, hogy vedd, ami a tied, és örülj neki. És hinni azt jelenti, hogy egy óra után is elveszem az egy dénárt, az egész napi napszámot, és örülök neki. És magasztalom azt a gazdát, aki gazdag, akinek telik, és akinek ilyen szíve van, hogy osztogatja a magáét, nem magának tartja meg.
felolvasott igénk azonban fölveti a kegyelem és a jó cselekedetek kapcsolatát is. A hivatalos római katolikus dogmatika a mai napig úgy fogalmaz, hogy az üdvösséget kegyelemből kapjuk, de Isten kegyelmét meg kell érdemelnünk. Na most a Biblia ezt az utóbbi mondatrészt elhagyja. Azt mondja, hogy az üdvösséget Isten kegyelméből kapjuk. Nem tudjuk megérdemelni. Ha megfeszülünk, sem tudunk olyan cselekedeteket cselekedni, amik Isten minősítése szerint tiszták és jók. Én egy ideig figyeltem magam, aztán meguntam, és rájöttem, hogy nem kell ezt ellenőrizni. Igaz ez? Hogy igaz-e az, hogy a legtisztábbnak szánt cselekedetembe is belekeveredik valami, ami nem tiszta. És mindig rajta kaptam magam, hogy belekeveredik. Vagy egy kis számítás, vagy legalább a viszonzásnak a várása, aztán ha nem jön, vagy soká jön, akkor már háborgok. Vagy valami versengés, hogyha ő is, én sem maradjak le. A legszentebb dolgokban is. Borzasztó, hogy az imádságainkat, a szolgálatainkat mennyire megfertőzi a régi természetünk. Lehet ebben növekedni azért, hogy egyre kevésbé fertőzze meg, de tényleg Isten szemével nézve, én nem tudom, milyen lehet az, de amikor a Szent Isten néz minket, hát nevetséges, hogy mi olyat akarunk produkálni, hogy ez neked is biztosan tetszik. Nem megy. Tehát kár ilyet mondani, hogy meg kell érdemelnem, mert ha már megérdemeltem, az nem kegyelem. Mert ha a kegyelem az, hogy Isten nem azt adja, amit megérdemlek, de ad sok mindent, amit nem érdemlek, akkor nem is lehet például az üdvösséget kiérdemelni tőle. Na ezért nagyon fontos ez a két vers itt, és ez megint a megtanulandók közé tartozik, a 8.-9. vers, hogy kegyelemből van az üdvösségetek, és akkor megmagyarázza, hogy ez mit jelent. Hitáltal, azzal fogadjátok el, és ez nem tőletek van. Világos? Ha még nem világos, akkor még hozzáteszi. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Isten ajándéka ez. Háromszorosan körül írja, hogy ezt nem én érdemeltem meg. Ajándék, nem cselekedetekért. Kegyelemből van. És utána mondja azt a 10. versben, hogy mert Isten alkotott bennünket, jó cselekedetekre teremtett, amiket ő készített el, hogy azok szerint éljünk. Tehát ha én a kegyelmet hittel elfogadtam, kinyílik a szemem, és meglátom azokat a jó cselekedeteket, amiket most már, mint kegyelmet nyert bűnös, Isten kegyelméből elvégezhetek. Hasznos dolgokkal fogom tölteni a testben hátra levő időt. Nem ember kívánsága, hanem Isten akarata szerint, ahogy a Péter levelében olvassuk. De ez is kegyelem, hogy nem hitványságokkal töltöm, meg nem nekem kell keresgélni, hogy jaj, hol a helyem, mi a dolgom, hanem ha a kegyelmet hittel megragadtam, egyszerre kezdem látni, hogy ez is az én feladatom, az is, amaz is, és ha azokat végzem, ha nehéz is a helyzetem, örömöm lesz benne, elégedett leszek, betegem meg vékony pénztárcával is, boldog emberként élek. Mert azokból a cselekedeteket cselekszem, amiket Isten elkészített. És ezzel megint nem lehetek nagyra, nem dicsekedhetem. A jó cselekedetnek tehát fontos szerepe van a hívő életében, de nem a jó cselekedetért kapja az üdvösséget, hanem az elnyert üdvösség teszi képessé arra, hogy az Istentől elkészített jó cselekedeteket végrehajtsa. Ez a nagyon fontos, mert a Titus levelében is sokszor szó van a jó cselekedetekről. Timóteusnak is írja Pál apostol, hogy igyekezzenek a mieink, olyan kedvesen mondja, a mieink jó cselekedetekben előjárni, tessék nektek világítani, mindenkinél becsületesebben dolgozni, a szakmában élen járni, a családban hivatásotok magaslatán lenni, mindenki a maga szerepében, ez a minimum, ez magától értetődik. Tehát fontos a jó cselekedet, de ugye azt mindnyájan tudjátok, benne van az igében, sok helyen, hogy nem ezért kaptok ti Istentől valamit, hanem azért tudtok így élni, mert kaptatok tőle valamit. A legnagyobbat, a
kegyelmet, az üdvösséget, a bűnbocsánatot. Úgyhogy nem igaz az, hogy, ahogy mondani szokták, nekünk protestánsoknak nem fontos a cselekedet, mindegy, hogy hogyan élünk, de hogy mindegy, hogy volna mindegy. Csak a sorrend döntő. Előbb kapom kegyelemből az üdvösséget, utána követik ezt az Istentől elkészített jó cselekedetek. Na, ezek voltak a legfontosabbak, és szeretnék még azért megemlíteni egy-két dolgot. Az egyik az, hogy egy kicsit nyelvészkedjünk is, hogy az Új Szövetség eredeti nyelvében a kegyelemnek és az öröm szónak a gyöke ugyanaz. A kegyelem úgy hangzik, hogy charis, az öröm meg úgy, hogy kara. Ugyanabból a gyökből származnak. És erre nézve sok kedves ige figyelmeztet bennünket, hogy aki kegyelmet kapott, az örvendező ember lesz. És legyen is az, tudjon örülni a kegyelemnek. Ne unja meg, akár naponta megköszönni, hogy köszönöm, hogy én is kegyelmet kaptam. Abból élek. Köszönöm, hogy elég nekem is, nem csak Pál apostolnak. Nekem is a te kegyelmed. És tudjunk annak örülni. Olyan szépen együtt van ez például abban a mondatban, amit Gábriel angyal mondott Máriának, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Az ott egy szójáték is, alig lehet megkülönböztetni a két kar gyökből eredő kifejezést, és Isten biztat, bátorít minket arra, hogy legyünk ebben a szomorú és egyre szomorú világban örvendező kegyelmet nyert emberek. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon érdekes, hogy amikor az Úr Jézus Názáretben prédikált, ugye ott idéz egy ószövetségi részletet, tudjuk, hogy honnan? Ézsaiás 61-ből, és nem mondja végig a mondatot. Azt mondja, hogy az Úrnak lelke, Lukás 4.18-ban van ez, az Úrnak lelke van él rajtam, mivel felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt hirdessek, foglyoknak szabadulást, megkötözötteknek feloldozást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt összetekelte a tekercset, és visszaadta zsinagógai szolgának, és itt mondta azt, amin aztán fölháborodtak, hogy ma teljesedett be ez az írás. De az Ézsaiás 61-ben, ha megnézzük, úgy folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszú állásának napját. Azt is meghirdette ő, mert ő aztán a teljes evangéliumot hirdette. Nem hallgatott el belőle semmit. De itt az elején az örömhírrel kezdte. Közel jött hozzátok az Isten országa. Visszajöhettek az Isten úrságába. Be lehet lépni. Kinyitottam a kaput. Gyertek, nézzétek. És ne csak nézegessétek. Lépjetek be. Ezzel kezdte. Ez az örömhír. Tudjunk ennek örülni, miközben komolyan vesszük, hogy ítélet is lesz. És Isten igazságos. De mi már tudjuk, a kegyelmet nyertek, hogy az én ítéletemet már végrehajtotta a Golgotán. És én már nem rettegek az ítélettől. Ő maga mondta, hogy nem megy ítéletre, aki ő benne hisz. Aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy ítéletre, mert átment a halálból az életbe. János 5.24. Tehát nekünk már nem kell az ítélettől rettegnünk. Mi boldogan várjuk vissza a mi dicsőséges Urunkat, és nem rettegve gondolunk a világ végére, amikor nem tudni, mi történik. Addig egyre több szörnyűség történik, de maga a vég az számunkra kívánatos. És mondjuk a gyülekezettel együtt, hogy jövel, Uram Jézus, minél előbb. A múltkor, ez csak úgy most hirtelen eszembe jutott, a szívem szorult össze. Fiatalon meghalt egy férfi, itt maradt a felesége 4 kisgyerekkel, és a legkisebb 3 lány és a legkisebb fiú. És a legkisebb, azt mondja az édesanyja, minden este azért imádkozik, hogy Úr Jézus, gyere vissza minél előbb, hogy találkozzam apukával. Egy kicsi szívben ott van ez a vágyakozás, igaz, hogy egy nagyon önző szempontból, de azt hiszem, hogy az ő esetében ez érthető, hogy ezért vágyik arra, hogy az Úr Jézus minél előbb jöjjön vissza. Csak úgy arra gondoltam, hogy imádkoztam én már úgy igazán komolyan azért.
egyszer elkeseredésembe, hogy Uram, szörnyű ez a sok gonoszság, ami körülöttünk van, gyere vissza minél előbb. De nekünk szabad ezt kérnünk, hiszen benne van a Biblia utolsó verseiben is, hogy ezért imádkozik a gyülekezet. Tehát kegyelem és öröm azonos tőről fakadnak, és ha kegyelmet kaptunk, akkor illene örvendezőbb tanítványoknak, keresztényeknek lennünk. Hogyan fogadjuk el a kegyelmet? Itt van ez is az Efézusi levélben, kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal. Ha Isten segít minket, holnap délelőtt lesz majd arról szó, hogy a hitünk az a kinyújtott kezünk. Ide kérjük alázattal Isten ajándékait, amiket nem érdemlünk meg, amikért nem ez a kéz dolgozott meg, ez csak elfogadja az ajándékot, és utána magasztalja azt az Istent, akitől kapta. Kegyelem és hit így függenek össze. Tulajdonképpen minden kegyelemből van, én csak elfogadom. De ez a csak, ez mégis néha olyan nehéz. Miért esik ez ilyen nehezünkkel, majd holnap megvizsgáljuk. Ha egyszer Isten kínálja, hát a kisgyerek odaszalad, ha valamit kínálnak, neki megfogja, jó esetben megköszöni, rossz esetben elfut vele, és már élvezi is, kipróbálja, tönkreteszi, és nem adja oda senki másnak. Mert neki is van régi természete. Szóval hittel fogadjuk el Isten kegyelmét. És végül szeretnék még mondani valamit a kegyelmi kiválasztásról, amiről mostanában olyan sokat vitatkoznak, és nagyon alázatosan mondom, hogy erről is teljesen fölöslegesen. Mert annyira világos az, amit az ige mond. Tegnap este is hallottunk egy olyan mondatot, amihez hasonló sok van a Bibliában, ami arról szól, hogy Isten az ő kegyelméből sokakat kiválasztott az üdvösségre. A János 6-ból olvasok csak két mondatot. Az egyik a 37. vers, aminek többnyire csak a második felét szokták idézni, pedig hát úgy nem kerek a dolog. Így kerek, hogy Jézus azt mondja, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Van tehát ilyen, hogy az Atya ad neki némelyeket, és azok ő hozzá mennek. Vagy tegnap a 65. verset hallottuk, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Akik tehát Jézushoz jönnek, azoknak a jövetelük mögött úgy látszik, ott van valami isteni döntés, hogy ezek jöjjenek és megmenekülnek. Van ilyen. Ugyanakkor Jézus az működése elején nem erről beszélt, hanem azt mondta, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Na most akkor kérdezik a matematikusok, és ebben a kérdésben mindenki matematikusnak hiszi magát, hány százalékban Isten munkája az üdvösségem, az ő kegyelmének a munkája, és hány százalékban az enyém. Százalékokról nem beszél a Biblia, hanem azt mondja, hogy mindenestől Isten kegyelmének a csodája, hogy nem veszek el a kárhozatban, ahova beleszülettem. Ugyanakkor Isten azt mondja, hogy nagy az én felelősségem, mert ha ő azt mondja, hogy kinyitotta a börtönajtót, akkor jöjjek ki. És ha nem jövök ki, akkor magamra vessek. Ő kinyitotta. Ezzel a képpel kezdtük. És tényleg döbbenetes az, hogy sokan ott maradnak. Nyitott börtönajtó mögött élnek cella életet a hitetlen emberek. Hinni azt jelenti, most már elmondom a holnapit is lassan, hogy komolyan veszem, amit Isten mond, és magammal veszem, amit nekem mond. Ezért is butaság az, amikor ilyeneket mondunk, egy igehirdetés hallgat, vagy dekál, hogy nincs itt a menyem, ezt neki kellett volna hallgatni. Na de azt annak kell komolyan venni, aki ott van. Nekem, mondja azt most Isten, én vegyem komolyan. Együtt beszél tehát a Biblia Isten teljes kegyelméről és az ember felelősségéről. Nagyon sokszor egy mondaton belül, és vannak ilyen valóban nehezen érthető mondatok, könnyű megjegyezni a helyet, mint a Lukács 22:22, ahol azt mondja Jézus, hogy az emberfia elmegy, úgy, ahogy megvan írva felőle, vagy úgy, ahogy elrendeltetett, de jaj annak, aki őt elárulja.
Hát most akkor Júdás nélkül is bekövetkezett volna Jézus halála, vagy Júdás a felelős mindenestül ezért, most mi a helyzet? Ez megint azok közé, a titkok közé tartozik, amik közül kettővel már találkoztunk, a Szent Háromság titka, mert Isten lénye nem fér bele a mi értelmünkbe, Jézus kettős természetének a titka, aminek a célját értjük, hogy a mi váltságunkat csak így lehetett végrehajtani, de hogy mint volt az együtt ő benne, ezt nem tudjuk elemezni, nem is kell, és a kegyelmi kiválasztás titka. Isten már kezdik sokszor itt, hogy mikor döntötte ezt el. Hát ha az örökké valóságban, akkor megint nincs mikor. Na de mégis a bűneset előtt vagy után. Két nagy teológiai iskola van. Az egyik ezt állítja, a másik azt állítja. Én is szeretnék megérteni mindent, ami megérthető, de itt mégis azt kérdezem, hogy és ez miért fontos, testvérek? Nem az a fontos, hogy van lehetőségünk az üdvösségre. Ki nyitotta a börtön ajtót? Mikor nyitotta ki? Előttem nyitotta ki, akkor lépjek ki. Ez meg az én felelősségem. És hogyha ott bent filozofálok, hogy vajon mikor nyitotta ki, meg kiknek nyitotta ki, hát előttem is nyitva van. Akkor menjek ki. Hinni. Ezt jelenti, hogy elkezdek járni az új életben. De ez is a Szentlélek munkája, hogy ezt valakiben elvégzi. Ezért függnek itt össze teljesen a dolgok, és ezért nem érdemes ezeket megpróbálni szálaira szedni, mert az nem visz előbe semmit, és éppen az alázat hiányzik belőle, hogy Uram, mint Mózes a bokornál, leveszem a sajomat, szent ez a hely, ez a helyzet, és beismerem, hogy én ezt nem értem. De elhiszem, hogy igaz, mert te mondod, és éppen ezért boldogan élek vele. Értem, nem értem, boldogan élek vele. Tehát semmiképpen nem arra szeretném én a testvéreket biztatni, hogy tegyük félre az értelmünket, mert ezt is hallottuk itt az egyik este, hogy a megtéréssel Isten nem elveszi az eszünket, hanem megvilágosítja. Sokkal többet értünk attól kezdve, de van, amit úgysem értünk, mert a titkok az Úréi. A kijelentett dolgokat értsük meg minél jobban, és azokat vegyük komolyan. Egyébként egy időben éppen a vita hevében néhány olyan szép igét kigyűjtöttem, ahol nagyon harmonikusan együtt van ez a kettő. Tehát az, hogy minden Isten kegyelmének köszönhető, és ő mégis parancsokat ad nekem, és várja, hogy engedelmeskedjem neki. Most csak egy ilyen szép igét hadd idézzek, a 2 Tesszalonika 2-ben van ez a mondat. Pál itt nagyon kedveseket ír a gyülekezet tagjainak, hogy szeretettel gondolunk rátok, titeket, rátok, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, és elhívott titeket erre a mi evangéliumunk által, éppen ezért, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok ahhoz, amit a mi beszédünkből tanultatok. Nem szép így együtt? Kiválasztott az Isten titeket öröktől fogva, aztán eljutott hozzátok ennek a híre, ami egyszerű prédikálásunk által, aminek hittetek, éppen ezért, most aztán talpra magyar, és tessék, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok ahhoz, amit hittel elfogadtatok, mert ez meg a ti dolgotok. Az egész Isten kegyelme elkezdődött az örökké valóságban, folytatódott azzal az evangelizációval, amelyiken megtértetek, tesszalonikai atyafiak, mostantól kezdve aztán rajtatok a sor, most már képesek vagytok engedelmeskedni Istennek, akkor tessék. Eddig nem voltatok képesek, nem volt mit számon kérni rajtatok, most már számon lehet kérni, mert a Szentlélek titeket erre is képesekké tesz. Szép harmóniában van ez a Bibliában, csak mi szeretjük így fölvagdalni ezt az egységet, hogy aztán vagdalkozzunk vele egymás ellen. Én úgy látom, hogy ezekben a kérdésekben az alázatunk nagyon fontos. Merjen bevallani, hogy nem értem, de hiszem, mivel Isten igéjében van. Hát ennyi volt az, amit a kegyelemmel kapcsolatban szerettem volna mondani.
tulajdonképpen magáról a kegyelemről nem sok hangzott el, mert ebben minden benne van, hogy Isten nem adja nekünk azt, amit érdemlünk, de ad sok jót, amit nem érdemlünk. Inkább ennek a megélése, és Jézus is inkább csak szemlélteti ezt. Nem tartott a kegyelemről előadást, hanem egy-egy példázattal szemléltette.